akit most a színpadon láthattok, mi vagyunk az MTK BIF. Balázs Hentes mesterünk meg fog nektek mutatni néhány olyan dolgot, amivel találkozhattok a mi üzemünkbe, illetve a mi termékeinkből. Szóval barátom el fogja mondani, hogy hogyan is jutottak hozzá, illetve néhány technikai információval nyilván a produkció után fordulhatok hozzá. Balázs be fogja mutatni, hogy ezt a 4-7-es érletgerincet hogyan és milyen részekre fogja bontani, illetve mit még hogyan lehet majd felhasználni. Ugye róluk annyit, hogy MPK BIF vagyunk, marhatenyésztéssel, illetve feldolgozással, illetve egy csomó ilyen jó hasznak alapanyaggal tudunk szolgálni. Nevünk a két alapító tulajdonos monogramjából tevődik össze, és amiről szól a történet, hogy a hétköznapi emberek, illetve hozzátok is eljutathassunk olyan minőségi marhahúst, ami kiváló, illetve akár barbecue alapanyagként, akár otthoni fogyasztásra megfelelhet. Igazából, amit itt láthattok, az egy pár gerincnek a fele, ez 60 kiló fölött van, így egészben. Az állat az inkább a 900 kiló felé ment. Elég gyönyörű, majd meg is látjátok, hogy mennyire márványos is. Amit erről tudni kell igazából, hogy ez a hús 4 hétig volt szárazon érlelve. Ami nálunk standard, az általában 6-7-es érlelés. Ezt egy komoly szárazon érlelő kamrába végezzük, kontrollált körülmények között, pára, hőmérséklet és folyamatos légáramlás mellett. Nem tudom, akkor mondok pár szót igazából a szárazon érlelésről. Ugye itt az történik, hogy emellett a kontrollált körülmények között a hús saját enzimjei elkezdenek dolgozni, szépen elkezdik bontani a kötőszövetet, és ugyanez alatt az idő alatt igazából a nedvesség, vagyis a víz elkezd kipárologni a húsból, és mi ezt próbáljuk folyamatosan kontrollálni és követni. Ez kb. Ugye a második hétnél már folyamatosan elkezd növekedni, és elmegy egészen egy ilyen 20-25%-os súlyveszteségig, ami igazából kijön majd a húsból. Ezáltal igazából a marha hús olyan igazán sztékes lesz. Igazából ezt a sztékevők között is egy picit megosztik. Van, aki egy másik eljárást szeret, inkább az a nedvesen érlelés. Ott nem lesz ennyire markánsan sztéki íze ennek az egésznek, ott inkább a marha hús fog dominálni. Ez igazából az eljárás, ami úgymond a sztéket sztékké teszi, úgy gondoljuk. És amit most igazából Balázs csinál, ugye előre fölvágtunk itt pár részt, mert ugye ez csontos rész, át kellett vágni a csontot. A maradék részét pedig majd akkor szépen lecsontozza, és akkor ott látni is fogjátok a hús belül. Ami nagyon fontos, csonton érleljük a gerincet, ezáltal az egyik felét meg is védjük, hogy arra távozzon a víz. Másik oldalon a fagyú réteg is védi folyamatosan. És akkor átjövök ide. Jó, tehát amit, ha ezt megmutatnád Balázs, légy szíves. Ő egy igazán markáns darab. Őt már hívhatjuk Fiorentinának. Ugye elmondom igazából, akkor úgy néz ki, hogy innen indulunk. Porterhouse-zal kezdünk. Itt az a lényeg, Porterhouse-ra hívhatjuk, hogyha már legalább 4 centi itt a bélszínünk a másik oldalon. Ahogy ez kezd ugye fogyni lefele és kisebbedik a bélszínünk, akkor átmegyünk a T-bone felé. Utána jövünk szépen hátszín, rostélyos, és akkor itt végül a ribeye, ugye a legvége lesz majd. Ő a legvastagabb rész, mivel a legelső szelet volt, legnagyobb benne a bélszín, és 5 centit elér, úgyhogy őt már Fiorentinának is tudjuk hívni. És súlyban igen, közel 1 kiló. Amit most Balázs csinál igazából, ugye a szárazon érlelés nagyon fontos, hogy a külső kérget, azt eltávolítjuk. Itt ez a legelső szelet volt, ugye ezt levesszük, így néz ki ez a száraz kéreg. Ez ami védte is a húst egy kicsit, illetve ugyanabban az időben ott távozott belőle majd a nedvesség. Ezt mindig le kell venni, bontás után is körbe teljesen le kell tisztítani a sztéket.
Ez végfelhasználói szempontból azért érdekes, ugye gondolom, hogy azért nagyjából tisztában vagytok, hogy mi a különbség a szárazon, illetve nedvesen érlelt húsok között. Mi erre tettük fel a hangsúlyt, hogy olyan minőségű húst állítsunk elő, egészen a takarmányozás technológiától a végkifejletig. Azért tettük fel erre a száraz érlelési történetre a voksunkat, mert hogy mi úgy gondoljuk, hogy ebből lehet olyan minőséget előállítani, amivel, ahogy Zsolt is mondta, egy markáns ízvilágot, illetve egy olyan omlósságot és olyan kezelhetőséget, végfelhasználói szempontból olyan kezelhetőséget tudunk biztosítani, ami leegyszerűsíti és könnyen kezelhetővé teszi hétköznapi szempontból is a húsnak akár az elkészítését, akár a fogyasztását. Hát ugye azok a folyamatok, amiről Zsolt beszélt, hogy elindulnak az érlelés folyamán a húsokban, ezek ízletesebbé, omlósabbá, sokkal könnyebben emészthetővé teszik a húsainkat. És ugye, amit itt láttuk, ez gerincről szól, tehát steakhúsokról szól, de nyilván van egy csomó más termékünk is, amik szintén száraz érlelést kapnak, és ugyanezek a folyamatok lejátszódnak benne, vagy hasonló mértékben lejátszódnak benne, és ezáltal tudjuk biztosítani azt a magas minőséget, amire törekszünk, és amire feltettük a gondolatvilágunkat. Közben láthatjátok, hogy az első szeleteket, ahogy Balázs levágta, ugye ahhoz kell egy csontfűrész, az abból lejövő általam sorjának nevezett történetet letakarítja róla, illetve elkezdi formázni ezt a középső részt, és ebből születnek a csodák. Nyilván itt most egy csontozást is láthattok, ahol majd a nettó húsra, illetve a nettó húst kiegészítő márványozott fagyús részeket is megtalálhatjátok. Picit hagyjuk dolgozni a kollégát. Mert az asztal mélete nem kifejezetten Balázsra lett szabva, de ettől függetlenül ez láthatjátok, hogy nem az első, amit szétszed. Egy pár darab. Ezt megmutatnád esetleg Balázs, hogy látszódik is ott azért a márványosság gyönyörűen átjön ott a másik oldalán. Hát akár ezen a felén is. Itt, hát mindenik oldalán, de ott azért. Szokott jönni hétköznap a kérdés, hogy mit kezdjenek a fagyús részekkel, tehát a rajta maradó részekkel. Nyilván azért közületek nem sokatoknak kell elmagyarázni, hogy ettől nem kell megijedni. Én kifejezetten preferálom steak sütésnél, hogyha rajta van, sokkal szaftosabbra lehet sütni szerintem a steakeket, mint hogyha csak a nettó húst sütnénk. Nyilván húsrésztől is függ, hogy melyik részt milyen állagúra, milyen hőfokúra, milyen végeredményre sütjük vagy készítjük. Én mindenképpen ragaszkodom hozzá, hogy maradjon rajta fagyús rész, és sokkal a finomabb számomra fogyaszthatóbb lesz. Hát igen, szóval azért ezek mindegyik maga a hús része is, nem csak nettó húsról beszélünk, hanem tényleg átszőtt fagyúval jó alaposan átszőtt márványos húsrészekről tudunk beszélni. Thank you.
hogy azokat a részeket, amik az érés folyamán beszáradnak, ezeket el kell távolítani, de minden más esetben, minden más részénél törekszünk arra, hogy a legapróbb részletekig elhasználjuk, felhasználjuk, feldolgozzuk őket. Hiszen már, amint említettem, a takarmányozástól, illetve a jószágtartástól kezdve arra törekszünk, hogy azért az ökológiai lábnyomunk a lehető legkisebb legyen. Viszont ugye nagyon fontosnak tartjuk, hogy akár a saját tenyészetünkben, akár tenyésztő társainknál, már a tenyésztésnél, illetve a takarmányozásnál, illetve a tartásnál megnyilvánuljanak azok a szempontok, amik számunkra elengedhetetlenek, tehát a vakcinázást, illetve az antibiotikumást mellőzzük, szabad tartásba tartjuk a jószágokat. Ugye ennek következtében láthatjátok azokat a márványozottságokat, vagy azokat a fagyúval átszőtt részeket, ami miatt ilyen lesz. Nyilván van, aki sokkal jobban érti, vagy tudja ezt, mint én, de én végfelhasználói szempontból ezeket fontosnak tartom. Nyilván, hogyha valaki jön hozzánk és kérdez, akkor ezeket nagyon szívesen elmondjuk, segítünk akár egy-egy apró mozzanatot elmesélni, ki hogy használja föl, mi hogy használjuk föl, tanácsokkal ellátjuk őket. Ha valakinek kérdése van, akkor gyertek nyugodtan és kérdezzetek, nagyon szívesen válaszolunk. Már jól látszódik a boltár. Most van születőbe az a húsrész, aminek apropóján nagyságrendileg itt vagyunk ma. Ugye, ha jól tudom, akkor ez a ribeye rész. Örülök neki, hogy megerősítettek a kollégák is, hogy jól tudom. Nagyon jól tudom. Úgyhogy ez az a rész, ami ugye a magán a versenyen is éppen közkézen, illetve a versenyzők kezében van. Ugyanezzel a technológiával ugyanígy lett előkészítve. Lettek előkészítve azok a versenyhúsok, amik ugye a délelőtt folyamán ki lettek sorsorva, kiválasztottátok, illetve most valószínűleg éppen versenyben vannak. Igen, ez egy 10x10-es. Ez egy nagyon szép darab. Szeretnél belőle? Versenyképes. Igen. Annyit még ilyen hozzátennék azért, hogy a gerinc kiválasztása az ugye Balázsnak a saját gondolataiból született meg, hogy melyik gerincet fog ide elhozni, és úgy gondolom, hogy erősítsetem, hogy szerintem jó választás volt. Nem tudnám meg felfogni. Nem. Hát igen. Pontás apropóján még annyit hozzátennék, hogy van egy olyan lehetőségetek, hogy igazából ezeket a húsokat értékesíteni is fogjuk utána, hogyha levonultunk, vákumozva. Egy jó pár részt már el van ugye adva. De igen, tehát marad aki szeretne belőle, az itt szeregjen. Akkor az szóljon nekünk utána, és akkor még ami marad, az el lehet vinni. Nagyjából akkor így nézünk ugye ki, ezt tudtuk kinyerni egy gerincből. Nem tudom, esetleg tegyük szét őket, még
még úgy mutassuk meg, hogy nagyjából hogy mutatnak. Nem akarom megfogni. Domino. Csak a hagysz helyet a T-bone-nak akkor. Így néz ki akkor, amit kollega kinyert gerincből. Tehát akkor egy kis ismétlés. Orderek, T-bone-ok, hátszínek, rostélyosok és a ribály. Ha valaki esetleg nem tudná.